A gyanúsítottak otthonukban hamis magyar bankjegyeket készítettek. A leutánzott pénzzel a nő 2017. augusztus 18-án először egy Lövőpetri élelmiszer üzletben fizetett, majd átmentek egy nyírlövői boltba, ahol az eladó nő azonnal észrevette, hogy az átadott 20 ezer forintos bankjegy nem valódi. Közölte a gyanúsítottal, hogy értesíti a rendőrséget, aki kikapta az eladó kezéből a hamis pénzt, majd futva távozott a helyszínről. Az eladó hölgy felírta a gyanúsított rendszámát, így a rendőrök a bejelentést követően a feltételezett tetteseket Baktalórend hamarosan elfogták, majd a kisvárdai rendőrkapitányságra előállították. A nyomozás adatai szerint a gyanúsítottak fényes litkei otthonukba, forgalomba hozott céljából különböző címletekben hamis magyar bankjegyeket készítettek. A rendőrök a feltételezett tetteseket baktalórendházán elfogták, majd előállították és gyanúsítottként kihallgatták a férfi és a nő beismerő vallomást tettek. Elmondásuk szerint az elmúlt héten több településen jártak, főként boltokban vagy kocsmákban próbáltak megfizetni a hamis bankjegyekkel. A nyomozók a gyanúsítottaktól különböző címletekben közel 1 millió forint értékű hamis pénzt foglaltak le. A kisvárdai rendőrkapitányság munkatársai a nőt és a férfit őrizetbe vették és indítványozták előzetes letartóztatásukat.